Területén 4 ország, Burundi, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Tanzánia és Zambia osztozik, mégpedig oly módon, hogy 45%-ban a Kongói Demokratikus Köztársaság, 41%-ban Tanzánia, 10%-ban Burundi, 4%-ban Zambia területén található. Ugyanis legmélyebb pontján mélysége meghaladja az 1400 métert, aminek köszönhetően nem véletlen tehát, hogy kutatók a földkerekség egyik legmélyebb édesvízű tavaként definiálják. Továbbá az is lényeges még ide kapcsolván, hogy az alacsony hőingás és nagy mélység miatt a következőként ismertetendő Malawi-tóhoz hasonlóan vízemeromiktikus, azaz vízrétegei anoxikus mi volta miatt nem keverednek, ezért pH-ja átlagosan 8,4. Következő versenyzőnk, felsorolásunk legkülönlegesebb tavának is mondható abban a tekintetben, hogy száraz, forró övezetben, ezen belül is sivatagban elhelyezkedő tóképződmény. Ez a tó pedig nem más, mint a javarészt Kenya területén elterülő, sósvízű Turkana vagy Rudolf tó. A több mint 6000 négyzetkilométernyi területen elnyúló tóképződmény a nagy hasadékvölgy legészakibb részén lelhető fel, és ennek okán kisebb részint Etiópia térségébe is átnyúlik. Érdekessége, hogy másik nevét, ami az imént említett Rudolf-tó, Teleki Sámuel, magyar felfedező és afrikanistától, akiről szintén természeti képződményt, a Teleki vulkánt neveztek el, kapta, mint egy tisztelegve ezáltal Sziszi királyné, élete virágában, mindössze 30 éves korában, tragikusan elhunyt fia, Rudolf herceg emlékének. Ha azonban tovább vizsgálgatjuk területét, akkor kiderülhet számunkra, hogy alapjában véve vulkanikus eredetű terepen helyezkedik el, és sajátsága, hogy eredeti vadregényes természeti értékeiből sokat megőrzött az utókor számára, így mindmáig a szafari kedvelő turisták egyik legfőbb célpontjaként ismeretes. További érdekes jellemvonása az is, hogy rendkívül gazdag vízi élővilággal áldotta meg sorsa, hiszen vize mintegy 50 halfajnak ad otthont, melyek közül kiemelendő példának okáért a bölcsőszájú hal, a márna és nílusi sügér több más halfaj között. E halfajok jellemzője még az is, hogy az 50 előzőleg említett egyedfaj közül 11 ráadásul őshonosként van lejegyezve esetében. Hidrográfiai szempontból azonban a Turkana-tó eredetileg víztérfogata alapján sajnos nagyon távol jutott a dobogós helyezéstől, ugyanis a 20. helyig sikerült eljutnia. Emellett kiterjedése szempontjából sem kecsegtett jelen listánk helyezettjei között dobogós hellyel, hiszen esetünkben a 4. hely jutott osztály részéül. Ezen földrajzi ismeretek tekintetében a tó a következő mérőszámokkal kecsegtett bennünket. Vízfelszíni területe 6405 négyzetkilométer, vízgyűjtő terület nagysága 130.860 négyzetkilométer, víztérfogata 203,6 köbkilométer, hosszúsága 290 km, szélessége 32 km, legnagyobb mélysége pedig 109 méter. Soron következő tóképződményünk akár kakukktojásnak is beillik a legek nagykönyvébe, hiszen nem természetes úton, hanem emberi kéz által, azaz mesterségesen létrehozott és roppant érdekes építési háttérrel rendelkező tó. Ez a tó pedig nem más, mint a Nasser-tó.
a több mint 5000 négyzetkilométernyi területet lefedő víztározó lokációja alapján két államon, Egyiptomon és Szudánon nyúlik végig, míg déli csücske érinti a ráktérítőt. Létrejöttére alig több, mint 70 éve az Asszuáni gát utolsó megmagasítását követően került sor, ugyanis az 1899 és 1902 között épült vízerőmű vízszint megemelésére nem volt további lehetőségük, így úgy döntöttek, új víztározót építenek. Egyiptom terve az építkezés kapcsán egy akkor jövedelmezőnek tűnő üzlet, a Szuezi csatorna működtetése lett volna fedezetként, azonban miután rátette a kezét, elértéktelenedett számára. További érdekes információ hozzá kapcsolván, hogy eredetileg az Amerikai Egyesült Államok és a Világbank állta volna a költségeket, de a szuezi válság megoldására azonban szovjet részről érkezett segítség, aminek hatására 1958. október 23-án aláírták Moszkvában az erről szóló megállapodást. Habár az egyezmény aláírására előbbi időpontban sor került, mégis két év elteltével, azaz 1960-ban kezdtek hozzá kivitelezéséhez, aminek kezdőrobbantását Gamal Abdel Nasser, Egyiptom akkori elnöke vitte véghez. Azonban építése nem volt felhőtlen, hiszen az UNESCO március 8-án természetvédelmi felhívást intézett Egyiptom és Szudán vezetése felé, melyben kezdeményezte a gátat körülvevő történelmi fontosságú régiók megóvását, ugyanis a mai Nasser-tó területe teljes egészében a történelmi Núbia területén helyezkedik el, mely több mint 5000 évvel ezelőtt korának legfejlettebb civilizációjának, az ókori Egyiptom egy részének adott otthont. Mivel azonban a két állam szerette volna ezen múltját közelebbről is megismerni, az ENSZ példátlan indítványozást tett közzé. A régészeti feltárásokból származó leletek a megtalálók országát illetik. E vonalon továbbmenve a Nasser-tó is hasonló utat járt be, mint elődje az Asszuáni gát, ugyanis elkészültét követően kettő alkalommal is gátmagasítást eszközöltek a szakemberek, ami együtt járt azzal, hogy a történelmi Núbia lakossága tömegével költözött el más államba az emelkedő vízszint miatt. Napjainkban a Nasser-tó az egyiptomi turizmus egyik legfőbb célpontja, noha igaz, az egyiptomi szudáni határon szárazföldön és légtérben egyaránt tilos az átkelés, így kizárólag vízi úton, tengerjáró és komphajókkal lehet átkelési szándékunknak eleget tenni. További földrajzi ismérve még az is, hogy déli csücskéig a Nílus is hajózható, ami azt eredményezi, hogy főként a sporthorgászat szerelmesei hajóznak ki a nyílt vízre, hogy az itt élő nílusi sügérre vadászhassanak. A tó azonban inkább hidrográfiai adatai, mintsem a vele kapcsolatos, meglehetősen részletes földrajzi, történeti szálai alapján került be a legek közé, és ezen számai pedig a következőképp alakulnak. Vízfelszíni terület nagysága 5250 négyzetkilométer. Víztérfogata 132 köbkilométer. Partszakaszainak hossza 7844 kilométer. Hosszúsága 550 kilométer. Szélessége 35 kilométer, legnagyobb mélysége pedig 180 méter. Az Afrika legnagyobb területű tavalyi című összeállításunk utolsó és egyben kategóriánk hatodik helyezettjeként az Etiópia harmadik legkiemelkedőbb halászterületének számító Tanatavat vesszük földrajzi és hidrográfiai górcső alá.
A Tanató Etiópia északnyugati részén elterülő, nagy kiterjedésű tó, mely geológiailag a hasadéktavak kategóriáját szélesíti. Létrejöttéhez pleisztocénkori vulkanizmus vezetett, melyből származó vulkáni anyag egyúttal elzárta az akkoriban e vidéken kanyargó folyók útját, kialakítva ezzel a tómedrét. Tana jelenlegi 16 000 négyzetkilométert is meghaladó vízfelszíni területénél jóval nagyobb területet borított be, és különlegessége abban rejlik, hogy számos sziget lelhető fel víztükrén, melyek közül a legkiemelkedőbbek Tanakirkos, Daga, Dek és Mitraha szigetei. További földrajzi ismérve még az is, hogy a Nílus szempontjából is fontos szerepet tölt be, hiszen ő adja az egyik forrásság, a Kék Nílus kezdőpontját, melynek közelében fekszik Etiópia negyedik legnagyobb városa, Bahirdár. Emellett érdekességei közé sorolandó az is, hogy vízállása nagyban függ az őt tápláló folyók vízhozamától, amiből az következik, hogy 3000 és 3600 négyzetkilométer között ingadozik területértéke. Azonban az azt szabályozó Kék Nílusigát ellenére az elmúlt mintegy 400 év során átlagosan évi 2 méterrel csökkent vízszintje. E vonalon tovább menve, környezete számos állatfajnak ad otthont, melyek közül mintegy 230 madárfajt és 50 halfajt regisztráltak a biológusok. E fajok között fellelhetők szárazföldi viszonylatban a pelikánfélék, az afrikai kígyónyakú madár, a gogó, az afrikai kanalasgém és az íbisz, míg vízitekintetben felfedezhetünk sugárúszójú halakat, márnákat, ponty és sügérféléket egyaránt. Azonban a Tanató mégsem földrajzi és biológiai alapismeretei, hanem sokkal inkább hidrográfiai alapadatai alapján került be a legek nagy könyvébe, melyek a következők. Vízfelszíni terület nagysága 3600 négyzetkilométer. Vízgyűjtő terület nagysága 16.500 négyzetkilométer. Víztérfogat 28 köbkilométer. Hosszúsága 84 kilométer. Szélessége 66 kilométer, és legnagyobb mélysége pedig 15 méter.